2015. március 9-én, amikor a Questor bedőlt, délután 3 órakor arra kértem a férjemet, menjen át a Jeanette-hoz, kérdezze meg, hogy tényleg igaz az, amit a városban is beszélnek. Átjött, megkérdezte, és azt mondták neki, Józsi bácsi, legyen nyugodt, nincs semmi baj. Az én férjem belenyugodott sajnos. Hazajött, ismertette velem, hogy mit mondtak neki. Este pedig mi történt? 7:30 bemondták, hogy bedőlt a Questor. Utána megtudtuk azt, hogy az utolsó napon országosan 333-an még olyan jól jártak, hogy ki tudták venni a pénzüket. 6,5 milliárd értékben, csak az a baj, hogy ebben a 3,5-6 összegben benne van egy milyen ház, minek mondják azt? Kereskedőház. Ők kivettek egymaguk 3,8 milliárdot. Arra lennék kíváncsi, hogy ezt az összeget a Szijjártó Péter vette ki, mert a miniszterelnök úr megmondta a minisztereinek, hogy akinek pénze van a Questorban, vegyék ki, ők szerencsések voltak, kivették minket, meg itt hagytak a nyomorban, a betegségben, pénz nélkül, a szegénységben. Ha lenne egy kis jó indulatuk, akkor igazságosan intézkednének és olyan törvényt alkotnának, hogy mindazoknak, akik károsultak, visszaadnák azt a pénzt, amit mi tisztességgel, megdolgozva, megkeresve befizettünk. Elvárjuk a tisztes miniszterelnök úrtól, meg az egész igazbandájától, mert itt van az ország színe java, itt még vannak leágazások a hozzátartozók, akik ellopták, de külön kiemelem a Mikuska urat, a Polt Péter úrnak, az úgynevezett lányának a barátnőjét. Eltüntették az első napon, kiszabadították Amerikába, ott pihentették azóta is. 2 év eltelt, ott ő üdül, meggyógyították bennünk, mi belőlünk pedig nyomorba döntött szegény embereket csináltak. Szégyeljék magukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.